Oroszország február 24-én csütörtökön hajnalban átfogó támadást indított Ukrajna ellen. Északról, keletről és délről is légi csapásokat, valamint szárazföldi hadműveleteket kezdtek. Rakétatámadás érte a nagyvárosok melletti katonai létesítményeket Kijevben, Odesszában, Harkivban és Lvivben is. A nagyvárosokból emberek százezreinek kellett menekülni, szinte mindenki nyugatra indult, például a lengyel, a szlovák és így a magyar határ felé is. A háború kitörésének napján Kijevben kimenekültünk a házunk teraszára, és onnan néztük, ahogy a légvédelem lövöldözi a rakétákat. Nem tudtuk felfogni, hogy mi történik. Óriási sorok és hosszú várakozás fogadott minket az ukrán-magyar határnál. Rengetegen gyalogvágtak neki az útnak. Annyi csomag volt mindenkinél, amennyit magukkal tudtak hozni. A határokon percről percre nőtt a sor. Február 24-e óta az elmúlt 5 hétben körülbelül 4 millió ember hagyta el Ukrajnát. Mi magyarok vagyunk, és nagyon hálásak vagyunk a segítségért, hogy segítenek, és készen vannak befogadni minket ott a Magyarországon, és a pici gyerekkel. Rakja fel a kezét, hol van? Magyarok százai állnak sorba a hivatalos papírokért a magyar konzulátusnál, Derekszázban. Mindenki menni, vagy inkább jönni szeretne. Ez itt a magyar konzulátus, és hihetetlenül sokan jöttek ma reggel ide, hiszen rengetegen szeretnék elhagyni az országot. Van, aki útlevelet szeretne csináltatni, van, akinek lejárt az útlevele, és van olyan is, aki a gyerekeknek szeretne új útlevelet, hiszen az ukrán határőrök csak azokat engedik át, akiknek minden papírja rendben van. Olyan férfiak, akiknek pedig van magyar útlevel, csak akkor mehetnek át, ha rendelkeznek magyarországi lakcímmel. Hiszen az ukrán elnök bejelentett, hogy mindenki, aki sorköteles, tehát hadköteles, tehát 19 és 60 év közötti, az nem hagyhatja el az országot. Kivétel ugye az, akinek van magyarországi lakcíme. Egyébként arról számoltak be a sorban állok, hogy nagyon-nagyon segítőkészek bent, és mindent elkövetnek azért, hogy minél hamarabb mindenki megkapja minden papírját. Nem tudjuk, de úgy érzük, hogy itt is háború lesz. Közben egyre több kárpátaljai magyar gondolja úgy, hogy el kell hagyni a Ukrajnát. Hát Kárpátalján itt még nem érzékeljük. Azért még itt vannak álhírek, hogy robbanások, meg ilyenek vannak, de azért még itt nem érzékelünk. De azért félünk. Félünk. Miért? Hát féltsük a gyerekeket. Nem tudni, hogy mikor lássuk a férjünket. A 18 és 60 év közötti férfiak Ukrajnában a kialakult háborús helyzet miatt katonakötelesek. Ez az anya azért áll most sorban útlevélért, hogy ne kelljen a fiának bevonulnia a hadseregbe. Beleörülnék. Én már hallottam nagyon sok ismerősömnek, hogy már a fiaik kaptak behívót. Ezért jöttünk el, ezért indultunk el, már most már mi is, hogy megpróbálunk valamit. Babják Zoltán Perekszász polgármestere azt mondta, fontos cél, hogy elkerüljék a pánikot. Biztosítanunk kell a legfontosabb élelmiszerek elérhetőségét, az üzemanyag töltőállomásoknak a töltöttségét. Roppant fontos az, hogy a közintézményeink biztonságban legyenek, együttműködünk a políciával és azokkal a katonai szervekkel, amelyek a területünk biztonságát kell, hogy garantálják. Én azt gondolom, hogy a mostani felállásban, hogy a tegnap és tegnap előtti napon a városunk lakosságának jelentős része véleményem szerint több mint a fele elhagyta az országot. Vigyáznunk kell azokra a házakra, azokra az utcákra, azokra a településekre, amik esetleg itt kevesebb lakossal maradtak. Derekszászra körülbelül 80 ezeren érkeztek, ők az úgynevezett belső menekültek. A legtöbben azt mondják, hogy nem szeretnék végleg elhagyni az otthonukat. Arról beszéltek, hogy amilyen hamar csak lehet, vissza szeretnének költözni a saját városaikba. Közben Magyarországon önkéntesek ezrei és segélyszervezetek tucatjai fogtak össze, hogy segíteni tudjanak a rászorulóknak. A baptista szeretetszolgálat több tonna tartós élelmiszert vitt kisebb falvakba. Ez pedig már Budapest.
a Máltai Szeretett Szolgálat logisztikai központja közös segélykonvojt indítanak a Hungary Health programmal. A cél Kárpátalja, de belső Ukrajnába is visznek adományokat. Ha úgy vesszük, a Hungary Health program elmúlt 5 évében hozzánk közel álló embereknek nyújtottunk segítséget, mert az füldözött keresztények legalábbis világnézetben, kultúrában közel állnak. De mostan fizikális közelségről is beszélhetünk. Magától érthető erkölcsi kötelességünk, hogy egy szomszédos országban segítséget nyújtsunk. És nem csak a magyar embereknek, magyar ajkú embereknek nyújtunk Ukrajnába, mert az szembe menne minden humanitárius alapelvel, hanem éppen mint a mai segélyszállítmány is mutatja, a többségi ukrajnai közösséghez tartozó háborús kárvallottaknak is. Az államtitkár hozzátette, hogy az elmúlt hónapban eddig összesen 2 milliárd forint értékben segítették az ukrán civileket. Az elmúlt hetekben magyar kormányzati támogatással összesen 2 milliárd forint értékben nyújtottunk segítséget Ukrajnában. És ezzel együtt természetesen az erőforrásoknak és a költéseknek a nagyobbik része az, ami a hazai menekült helyzetnek a kezelését és az ellátását illeti. De így is elmondhatjuk azt, hogy az ukrajnai szerepvállalásunk is az országunk méretéhez képest erőn felüli. A Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke arról beszélt, hogy Ivano-Frankivszkba indul a konvoj. Ezt a várost a háború alatt már érte találat, így nem veszélytelen az utazás. Nem bízunk benne, hogy egyrészt a előkészítés az pontos volt, és az ottani partnereink azok jól fogják tudni felhasználni ezeket az adományokat, ottani máltai szervezethez visszük ezt az adományt, és ők rögtön igyekeznek kiosztani a lehető leggyorsabban ezt az élelmiszert. Nagyon fontos az nekünk, hogy éreztessük azt, hogy ma mi magyarok ebben a helyzetben nem csak a magyarokért vállalunk felelősséget Kárpátalján, hanem minden háborús kárvallottért, áldozatért. Magyarországon rengetegen döntöttek úgy, hogy segítenek. A Magyarság Kutató Intézet dolgozói saját adománygyűjtést szerveztek itt Budapesten. Például ruhákat, tartós élelmiszereket és tisztálkodási szereket vittek a rászorulóknak. A segítséget az intézet vezetője adta át a Csongoron elszállásolt menekülteknek. Az, hogy a Magyarság Kutató Intézetnek a főigazgatója, jó magam jöttem el ide Csongorra, ez abból is ered, hogy nem vagyunk egy hatalmas intézmény, a másik pedig, hogy ez teljesen természetes volt számomra, hogy személyesen ide jöjjek és megnézzem az itteni viszonyokat, a kárpátaljai magyarságot, és igazából hálás is lehetek, és az intézmény is, hogy mi segíthettünk az itteni magyaroknak, akik már jó néhány hete állják a sarat, és ugye Ukrajna keleti területeiről vagy középső területeiről érkező menekülteket itt ellátják, istápolják, befogadják. Mi ehhez a kárpátaljai magyaroknak a missziójához járulhattunk hozzá. Tatjana Kijevből érkezett. A háború kitörésének második napján indult útnak, terhes lányával, unokájával, valamint más anyákkal és gyermekeikkel a városból. Nem tervezek azzal, hogy nem tudok visszamenni Kijevbe. Hiszem, hogy megnyerjük a háborút, és ha kell, az alapoktól kezdve építjük újra a várost. Tatjana azt mondja, hogy soha nem tudta volna elképzelni, hogy Putyin a 21. században egy alvó európai nagyvárost éjjel kezd el bombázni. Meg szeretném köszönni a kárpátaljai magyaroknak az elképesztő összefogásukat. Ennek a háznak a tulajdonosa kiköltözött az épületből, hogy minket itt el tudjon szállásolni. Anyák és gyerekeik laknak itt, akiknek a férjeik a háborúban vannak. Hihetetlen, hogy amikor kimegyünk az utcára sétálni, oda jönnek az emberek és megkérdezik, hogy hogyan tudnának segíteni. Nagyon köszönjük! Csongor település református lelkésze nem csak a menekültek ellátásával foglalkozik, de a lelkükre is odafigyel. Kitalálta, hogy a helyiekkel közösen a menekültek tűzifát vágva hasznosan tölthetik az idejüket, és gondoskodhatnak ők is a csongori lakosokról, akik befogadták őket. Néhány helyi fiatalemberrel közösen elindultunk, és így hordtunk be, meg hordjuk be mai napig a tűzifát, és így meg lefoglalják magukat. Dolgoznak minden nap, a feleségeik otthon dolgoznak a misszióban, takarítanak, mosnak, vasalnak, lefoglalják magukat, élik a mindennapjaikat, de azért látszik rajtuk ez a stresszes hangulat. Jelenleg Csongoron több mint 90 menekültet szállásoltak el. Talán furcsának fog tűnni az, amit mondok, de
Vannak olyan élethelyzetek, amiért különösen hálásak lehetünk. És én azt veszem észre most, hogy Isten így leporolta ezt az egész világot. A mi világunkat mindenképp. A felesleges dolgoktól, a felesleges tervektől, elképzelésektől. És megtanít arra figyelni, ami igazán fontos. Egy biztos, most is folyamatosan érkeznek menekültek a háború sújtotta Kelet-Ukrajnából Kárpátaljára és Magyarországra is. A háború végét még nem lehet látni, így azt sem lehet tudni, hogy hány ezer, vagy inkább hány százezer embernek kell még menekülnie és elhagyni az otthonát.